Én ide jártam egyetemre, itt végeztem, itt kaptam meg a diplomámat, akkoriban volt egy színpad az Ölfad helyén. Egy sor nagyon érdekes diáktársat ismertem meg, tanárt, kiváló közösségben tudtam együtt élni, meg dolgozni, mint a szakkollégium, meg a közgázklub, és egy csomó az akkoriban élen járó reform közgazdásszal tudtam találkozni Magyarországon. A legemlékezetesebb egyetemi élményem, én ugye két diplomát szereztem, érdekes módon mind a kettő ugyanahoz a naphoz kötődik. Mindkét helyen behívatott a professzorom, és megkérdezte, hogy volna-e kedvem egy adott állásajánlatot elfogadni. Ez az első diploma esetében az akadémiai pálya volt, és bár volt két céges állásajánlatom, én nem haboztam, és azonnal azt mondtam, hogy én ezt szeretném választani, tanítani szeretnék, kutatni, és azt gondolom, hogy nem bántam meg. A második diploma esetében ez egy külföldi állásajánlat volt és céges ajánlat, de akkor én már elköteleztem magam az egyetemi pálya kapcsán, úgyhogy azt visszautasítottam. ...1997-ben kezdtem az egyetemet, közel 25 éve, úgyhogy nagyon sok emlék köt ehhez az épülethez, ehhez az intézményhez. De talán a legmeghatározóbb, a legfontosabb élmények azok az oktatókhoz, tanárokhoz köthetők. Ezek az oktatók ma már kollégáim, barátaim, és nagyon sokat adtak szakmai fejlődésemhez, nagyon sokat hozzátettek ahhoz, ami most vagyok, és igazi mentoraim voltak az évek során. Én imádtam egyetemre járni. Ha egy dolgot kellene kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy a csapat, akikkel ezt végigcsináltuk. Egy olyan szakra jártam itt, ami akkor indult, ez volt az első évfolyam, és ezért nagyon sok mindent nekünk együtt kellett először kitalálnunk, kidolgoznunk. Voltak például tankönyvek, amiket együtt fordítottunk, és ez összekovácsolt minket, egy nagyon jó szakmai, baráti társaság jött így létre, és ezek a kapcsolatok azóta is tartanak, velem vannak. Van, akit például most már vissza tudok hívni, mint szakértőt, óraadónak, hogy bemutassa azt a szakmai tudását, amit azóta szerzett. Amikor még a nulladik héten gólyaként mászkáltam és próbáltam felfedezni az egyetemet, bejöttem az E-épületbe, és arra számítottam, hogy teljesen üres lesz a folyosó, egy-két hallgató mászkál legfeljebb. Ugyanakkor azt láttam, hogy minden teli van standokkal, mosolygós arcú hallgatók folyamatosan hívtak, hogy csatlakozzak a diákszervezetekbe, szakkollégiumokba. Corvinuson rengeteg lehetőség van, és én is azt tapasztaltam, hogy ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, de mindenki meg tudja találni a számításait. Számomra ez a hallgatói önkormányzat volt. Itt tudtam nagyon jó barátokra találni, szakmailag fejlődni, de mindenkinek más lehet ez a hely, más lehet ez a közösség, és más lehet ez a lehetőség. Éppen ez a csodálatos, hogy a Corvinus tényleg a lehetőségek tárháza.